Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a teremtettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Főtisztelendő érsek atya, főtisztelendő paptestvérek, szentelendő testvérünk, és mindannyian szeretett testvérek, különösen kedves családtagok, rokonok, jó barátok. Nagy örömre ültünk egybe Krisztus Király fő ünnepén. És örömünk igen nagy és igen teljessé válik, hiszen nem sokára a Szent Mise Szent liturgiájában főtisztelendő érsekatya, György érsek úr diakonussá, szerpappá szenteli Tiszta Zsolt testvérünket. Nagy öröm ez a nemes gulácsi, hegyi magasi, és hozzánk tartozó egyházközségek, de több egyházközség számára is, és örülünk annak, hogy meghallgatásra nyert Zsoltnak a kérése, az Úristen meghívta őt, érsek atya is elfogadja az egyház nevében az ő kérését, szándékát, és mi is ennek nagyon örülünk. Jóisten hozta, és örülök annak, hogy a mai napon ez a szép alkalom, szép ünnep még szebbé, teljesebbé válik a diakonus szentelés által. Dicsértessék, hogy is hálásan köszönöm Klébáns atyának, mindengem, mint pedig a közösség egészét köszöntő szavait. Én magam is nagy szeretettel köszöntöm Klébáns atyát, szeretettel köszöntöm Esperes atyát, aki egyben a diákonusokért felelős az Egyházmegyében, irodaigazgató atyát, paptestvéreket, diákonus testvéreimet, kedves családtagokat, Szabinát, gyermekeket, és kedves Zsolt, téged, testvérekkel együtt. Az egyház Isten ajándékából él. Ezek az ajándékok mindig az embernek szólnak, és mindig a közösséget gazdagítják. Ezért a felismerésük is emberi, és az elfogadásuk, az áldásuk mindig az egyházé. Ezt ünnepeljük most ebben az ünnepben, és hisszük, hogy a ti személyes döntésetek, mind a plébánia közösség, mind az egyházmegye, az egész egyház javát, végső soron pedig annak a királynak, az uralmának kiteljesedését szolgálja, akire a mai liturgiában, mint a világ mindenség urára emlékezünk. Adja Isten, hogy ünneplésünk örömteli, teljes legyen, és erőforrás a szolgálat számára. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a különbékesség a nyugodalmú embereknek. De dicsőítünk éve, állunk éve, én állunk éve, harasztalunk éve.
Könyörögjünk! Mindenható Istenünktől öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett fiadban, a mindenség királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Ezt mondja az Úr, az Isten. Íme, magam keresem meg juhaimat, és magam ügyelek rájuk. Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszélett juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a felhő és a sötétség napján szétszóródtak. Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le őket, mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszélettet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött pedig őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket. Ami meg titeket illet, juhaim, mondja az Úr, az Isten, íme igazságot teszek a juhok között, a kosok és a bakok között. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja Istennek, az Atyának az uralmat,
miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített, addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, és ha majd minden alá lesz vetve neki, maga a fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden, mindenben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Áldott aki jön az Úr nevében, áldott legyen Dávid ősatának eljövendő ország. Az Úr legyen veletek. És a szellemeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Mert éhes voltam, és ti ennem adtatok. Szomjas voltam, és ti innom adtatok. Idegen voltam, s ti befogadtatok. Ruhátlan voltam, és ti betakartatok. Beteg voltam, és ti fölkerestetek. Börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felel. Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz szól. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült, mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni. Szomjas voltam, és nem adtatok inni. Idegen voltam, és nem fogadtatok be. Ruhátlan voltam, és nem takartatok be. Beteg voltam, és börtönben sínylődtem, s ti nem látogattatok meg engem. Erre ők is megkérdezik. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre? Ő pedig ezt feleli majd nekik. Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Lépjen elő, aki a szertappá szentelésben kíván részesülni.
Tiszta Zsolt. Jelen. Főtisztelendő Atya, az Anyaszent Egyház kéri, hogy szenteld fel ezt a testvérünket a felelősség teljes szerpapi szolgálatra. Méltónak tartod őt? A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találhatott. Az Úristen és üdvözítőnk Jézus Krisztus segítségével kiválasztjuk ezt a testvérünket a szerpapság rendjére. Istennek legyen hála! Testvérek, kedves szentelendő testvérem, kedves testvérek! Krisztus királyt, a világ mindenség királyát ünnepeljük a mai napon, szent liturgiánkban. A világ mindenség királyát, a föltámadott pásztort, a jó pásztort, aki legelőre vezeti az ő népét, tiszta forrásvízhez juttatja, táplálja, óvja, védi őket, élettel ajándékozza meg, hiszen ő az élet ura. Föltámasztja a benne bízót, hiszen ő életre kelt elsőként a halottak közül. Életre kelt mindenkit, aki benne bízik, és szembesít a pásztor önmaga életével. Ítéletnek mondjuk ezt, amikor szembesülünk pásztorunk életével, szembesülünk saját életünkkel. Az utolsó ítélet képe a föltámadottal való találkozást állítja elénk. Ő kérdez, ő állít, ő ítélkezik. És ez az ítélkezés valójában nem más, mint az, hogy a maga életét kéri számon rajtunk. Amikor Jézus megkezdi nyilvános működését názáreti zsinagógában, ismerős a történet, felolvassa Izajás prófétának a könyvét, és Jézus azt mondja, az Úr lelke rajtam, ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek szegényeknek, betegeknek, gyógyulást, börtönben lévőknek, szabadulást, és hirdessék az Úr kegyelmének az esztendejét. És amikor Jézus tanít, a hegyi beszéd gyűjti ezt össze, akkor a boldogság mondásokban ugyanezek a gondolatok jelennek meg, boldogok a lélekben szegények, boldogok az irgalmasok, boldogok a szomorkodók, boldogok, akiket üldöznek az igazságért, és ugyanezeket a szavakat hallja Keresztelő János, és megérti, hogy ezen szavak küldője nem más, mint a Messiás, akinek az érkezésére várnak. Mi Jézus életébe oltódunk be, a szentségek által, a keresztség által, és a többi szentség által, amelyek éltetnek bennünket. Ezek a szentségek Isten életét jelentik bennünk. És éppen ezért az ítélet, az nem más, mint szembesülés Krisztus életével, és szembesülés azzal, akik mi magunk vagyunk és voltunk. Milyen érdekes ebben a leírásban, amit az imént hallottunk, sem azok, akik az ő jobbjára kerülnek, sem azok, akik baljára kerülnek, nem méltatlankodnak azon, hogy van ítélet. Nem kérdezik, hogy vajon van-e joga ítéletet mondani. Nem csodálkoznak, még a tartalmán sem. Éhes voltam, ennem adtál, vagy nem adtál.
ruha nélkül voltam, és adtál ruhát, vagy éppen nem. Beteg voltam, és meglátogattál, vagy éppen nem. Mi az ő csodálkozásuknak az alapja? Mikor láttunk téged annak? Csak ez az egy kérdés van bennük. Mert ha téged láttunk volna szegénynek, ruhátlannak, vándornak, megtettük volna, de nem láttunk. És Jézus azt mondja, amit a legkisebb testvérem közül egynek tettetek, vagy nem, azt nekem tettétek. Azonosul, teljesen azonosul az emberrel, teljesen egyként jelenik meg az emberrel, és így tehát nem is az feltétlenül az ítélet, a szembesülésnek a ténye, alapja, hogy ki mit tett vagy nem tett, ez már csak következmény. Fölismertél engem embertestvéremben. Valójában Krisztushoz tartozásunkat és cselekedetünk Krisztus voltát kéri számon rajtunk. A szentségek, elsőként a keresztség, de a többi szentség is ezt a krisztusi életet erősíti bennünk. És különös módon most, amikor a küldetés szentségét ünnepeljük szentelendő testvérünkben, aki házasság szentségében él, és most megkapja a diákonátusban az egyházi rendnek az első fokozatát, mind a házasság, mind pedig a papságnak a rendje a küldetés szentségeit jelenítik meg számunkra. Kedves diákonos testvérem, leendő diákonos testvérem, ez az ünnep miben erősít meg téged, benneteket? Megerősít személyedben, megerősít családodban, megerősít egyházhoz való tartozásodban, de abban, hogy a küldetés szentségeinek megfelelően azt az irgalmas Krisztust jelenítsd meg, akivel most az ítéletről szóló példabeszédben találkoztunk. Hiszen nem más, amit számunk ér egyik vagy másik csoporton, hanem az, aki ő maga volt. Az Úr lelke rajtam, ő kent fel engem, küldött, hogy vigyem az örömhírt, gyógyulást, szabadulást szegényeknek, betegeknek. Ő az, aki a boldogságmondásokat ránk is kiterjeszti, és ő az, aki a keresztségben lehetővé teszi számunkra, hogy ezt az isteni életet tudjuk élni. Kedves testvérem, a szentelésben a felszentelésnek az ereje és a küldetésnek az ereje arra képesít és arra küld, hogy a feltámadottat, a jó pásztort, aki életét adja az övéért, jelenítsd meg, tedd jelenvalóvá. Mégpedig az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek a gyakorlásával, különösen azon cselekedetek gyakorlásával, amelyre a szentség ereje téged különös módon is képesíteni fog. Mert az irgalmasság cselekedetei közé tartozik, hogy hangozzék el Istennek a szava. Az irgalmasság cselekedetei közé tartozik, hogy a tanítás legyen egyértelmű mindazok számára, akik vágyakoznak ezután. Az irgalmasság cselekedetei közé tartozik, hogy a szentségekkel tudjanak találkozni. Az irgalmasság cselekedetei közé tartozik az is, hogy a jelenléteddel mások újra erőt kapjanak a reménykedésre. Mások újból felszítsák önmagukban a jóra való törekvést, mások újból higgyenek a világ mindenség urában, a jó pásztorban, aki életét adja övéért, aki bátorít bennünket, aki életre akar vezetni bennünket. A szentség azt hozza létre, azt erősíti meg, és azt teszi jelenvalóvá, hogy légy Istennek az irgalma, Istennek az uralma, Istennek a pásztorsága, Istennek a jó szava, Istennek az irgalmas cselekedete a rád bízott közösség számára. És hisszük, hogy ezáltal a szentség által, ennek ereje által Isten országa bennünk megvalósul. Hiszen Isten uralma, Isten országa nem itt van, nem ott van, nem amott van,
hanem Isten országa bennünk van, közöttünk él. Különösen akkor, ha az irgalmasság cselekedeteit, isteni cselekedeteit valaki gyakorolja, és különösen akkor, hogyha ezt a szentségben megerősítve teszi. Ezért imádkozunk és bízunk abban, hogy a szentség mindig is képesít a szó hirdetésére, Isten irgalmának a jelenvalóvá tételére, a bátorításra, a szegények, betegekkel való törődésre, hogy a népnek legyen tápláléka, legyen forrása, legyen oltalma, legyen védelme és legyen élete. Amen. Kedves fiam, mielőtt a szerpapság rendjébe lépnél, a nép színe előtt nyilatkoznod kell, milyen szándékkal vállalod ezt a tisztséget. Akarod-e, hogy kézrátételem és a Szentlélek ajándéka által az egyház szolgálatára felszenteljelek téged? Akarom. Akarod-e a szerpapi szolgálatot a papirend segítségére és a keresztény nép javára alázatos szeretettel gyakorolni? Akarod-e a hit szent titkát az apostol szava szerint tiszta lelkiismerettel őrizni, és ezt a hitet szóval és cselekedettel hirdetni az evangélium és az egyházi hagyomány szerint? Akarom. Akarod-e őrizni és gyarapítani magadban az imádságos lelkületet, mely hivatásoddal együtt jár, és ebben a szellemben hűségesen és életkörülményednek megfelelően imádkozni a zsolozsmát az egyházért és az egész világért? Akarod-e példás élettel szüntelenül Krisztust követni, akinek testét és vérét az oltáron érinted, és a híveknek nyújtod? Akarom Isten segítségével. Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak? Ígérem. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned. Testvéreim, Istenhez, a mindenható atyához, hogy szolgájára, akit a papság szent rendjébe kegyesen felvesz, hálasszak áldásának kegyelmét. Boruljunk térdre! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus kegyelmez nekünk, Krisztus kegyelmez nekünk, Uram, irgalmaz nekünk, Uram, irgalmaz nekünk. Szűz Mária, Isten anyja, könyörülj értünk. Szent Mihály főangyal, mindnyájan szent angyalok, könyörgetek értünk. Keresztelő szent János, könyörgetek értünk. Szent József, könyörgetek értünk. Szent Péter és Pál apostolok, Szent András apostol, könyörülj értünk. Szent János apostol, könyörülj értünk. Szent Mária Magdolna, könyörülj értünk. Szent István vértanú, antiochiai Szent Ignác vértanú,
Szent Lőrinc vértanú, Szent Vince vértanú, Szent Perpétua és Felicitás vértanú asszonyok, Szent Ágnes vértanú, Szent Gergely pápa, Szent Ágoston püspök, Szent Atanás püspök, Szent Vazul püspök, Szent Efrém diakónus, Szent Márton püspök, Szent Benedek apát, Szent Ferenc és domonkos, Páduai Szent Antal, Xavéri Szent Ferenc, Vienei Szent János, Boszkó Szent János, Parthami Szent Konrád, Szénai Szent Katalin, Avilai Szent Terhész, Lizéői Szent Terhész, Istennek minden szentjei, légy irgalmas, ments meg, Uram, minden gonosztól, az örök haláltól, megtestesülésed által, halálod és feltámadásod által, szent lelked kiáradása által, hogy Szent Atya egyházadat kormányozd és megerősítsd. Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd. Hogy e kiválasztottadat megáld. Hogy e kiválasztottadat megáld és megszenteld. Hogy e kiválasztottadat megáld, megszenteld és felszenteld. Hogy a világ minden népének békességet és igaz egyetértést adj. Hogy a különböző megpróbáltatásokban szenvedőknek irgalmad adhat, megmutasd. Hogy minket szent szolgálatodban megerősíts és megtarts. Jézus az élő Isten fia, Krisztus
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mi Úrunk Istenünk, hallgass meg kegyesen kérésünket, hogy amit püspöki tisztségünk szerint végzünk, az kegyelmet segítsége kísérje. És akit meggyőződésünk alapján a szent szolgálatra ajánlunk, szentelje meg a te áldásod, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Álljatok fel! Állj mellettünk, mindenható Istenünk, te minden kegyelem forrása, ki a tisztségeket szétosztod, s kijelölsz minden munkakört. Míg megújítod a mindenséget, magad változatlan maradsz, és örök gondviseléseddel elrendezel mindent, a te igéd, hatalmad és bölcsességed, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Te előkészítesz mindent, és minden egyes korszaknak megadod, ami annak megfelel. Szent templomod nagyobbodására bőkezően növeled és gyarapítod fiat titokzatos testét, az egyházat, mely megoszlik ugyan a kapott égi kegyelmek mértéke szerint, de tagjai a különbség ellenére a Szentlélek által mégis csodálatos egységbe fordnak. A szent teendők ellátására a szolgálattévőknek hármas fokozatát alapítottad, hogy szolgáljanak néked, mint ahogyan egykoron kiválasztottad Lévi fiait a Szent Sátor szolgálatára. Így egyházat kezdetekor fiad apostolai a Szentlélektől vezetve kiválasztottak 7 fedhetetlen férfiút, hogy mindennapi szolgálatukban segítségükre legyenek, ők pedig ezáltal még inkább az imádságnak és az igehirdetésnek szentelhessék magukat. E kiválasztott férfiakra imádság és kézrátétel által az asztal szolgálatát bízták. Nézz kegyesen, Istenünk, erre a szolgádra, aki majd szent oltárodnál szolgál, és akit alázattal a szerpapi tisztségre szentelünk. Küldd el rá a szent lelket, kérünk, Istenünk, hogy 7-szeres kegyelmi ajándékod által a szolgálat hűséges végzésére erőt nyerjen. Az evangéliumi erények gazdagsága töltse el őt, a tettetés nélkül való szeretet, a betegekkel és a szegényekkel való törődés, a mértéktartó tekintély, az ártatlan tisztaság s a lelki ember fegyelme. A te parancsait tündököljönek minden tettében, hogy élete példájával szent népedet követésre serkentse, a lelkiismeret szavát nagyra becsülve tartson ki szilárdan és álhatatosan Krisztus mellett, ki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és fiadat követve a földön, méltó legyen vele együtt uralkodni a mennyben. Aki él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Követ meg, Úr!
ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd, amit hiszel, tanítsd, és amit tanítasz, kövesd is. Békesség veled! Pedig valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, halált szenvedett és eltemették. Harmadnapon föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül a mindjárt jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Ámen.
Urunk Istenünk, felajánljuk neked ezt az engesztelő áldozatot, és könyörögve kérünk, hogy az egység és a béke ajándékát adja meg minden népnek, Szent Fiad, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és veletek. Emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, az örömolajával örök főpappá és a mindenség királyává kented, hogy a kereszt oltárán tökéletes engesztelő áldozatul felajánlja önmagát, és véghez vigye az emberek megváltásának szent művét. És miután hatalom alá vetett minden teremtmény, az örök és egyetemes országot mérhetetlen fölségednek átadja. Az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül mondjuk. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged, alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, páduai Szent Antallal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgálat Ferenc pápánkat, György püspökünket, és szolgálat, akit ma az egyház szerpapjává rendeltél, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyám, vonj magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket, köztük Mihály testvérünket és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Már ég az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek.
ne vétkeinket nézett, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki esz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.
hogy mi, akik dicsőségünknek tartjuk azt, hogy Krisztust, a mindenség királyát szolgáljuk, a mennyek országában örökveleink, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Holnapi hétfőn, 5 órakor lesz szerdán, reggel 8 órakor, pénteken délután 5 órakor, vasárnap pedig előtt fél 10 órakor hívunk, és szeretettel mindenki, szeretett testvérek, fölösszenő érsekatja, állunk a Jóistennek, mai szép ünnepért, hogy imádkozhatunk, hálát adunk, beléptél a szenteléssel azok közösségébe, akik a főegyházében állandó diákonusként szolgálatot vállaltak. Hisszük, hogy nem csak feladatot akarunk ellátni, hisszük, hogy nem csak intézményt szeretnénk jól és hasznosan, hatékonyan működtetni, hisszük, hogy nem csak társadalmi jelenlétet kívánjuk erősíteni, hanem azt hisszük, hogy szolgálatotokon, szolgálaton keresztül az Úristen éltetni akarja az itt élő embereket. Éltetni, erősíteni, bátorítani, és mennyire szükség van arra, hogy el ne gyengüljünk zarándokotunkon, hiszen azok a küzdelmek, amelyek körülvesznek bennünket, vagy közeljövőben ránk leselkednek, megkívánják azt, hogy minden módon erősítsük egymást. Hálásan köszönöm a szolgálatra való jelentkezésedet, és imádkozom azért, hogy magad, családod és a diákonus testvérek főegyházmegyében be tudják tölteni azt a szolgálatot, amire az Úristen meghívott és áldásával kísér benneteket. Köszönöm a készséget, és így adom az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Isten, aki egyházában az emberek szolgálatára hívott meg téged, adjon neked apostoli buzgóságod mindenki iránt, kiváltképpen a csapásoktól sújtottak és a szegények iránt. Amen. Isten, aki Krisztus evangéliumának hirdetésével bízott meg téged, adja meg neked, hogy az ő igéje szerint élj, mint annak nyílt szívű és lánglelkű tanulja. Amen. Isten, aki rád bízta szent titkainak közvetítését, tegyen téged fiának, Jézus Krisztusnak követőjévé, és a világ egységének és békének szolgájává. Amen. És titeket mindnyájatokat, akik most itt velünk együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten az Atya, a Fiú,
és a Szentlélek. Amen. Szent mise véget ért, menjünk békével. Istennek legyen hála.